Pár héttel ezelőtt több 100 millió forint jutalmat osztott szét Karácsony Gergely a fővárosi cégvezetők között. Történt ez úgy, hogy a főpolgármester szerint Budapest csőd közeli helyzetben van. A jutalomosztás után most kiderült 55 milliárd forinttal adósítja a Karácsony Gergely és a főként Gyurcsány Ferenc embereiből álló fővárosi városvezetés Budapestet, hogy a főváros működését biztosítani tudják. Bevetették ugyanis azt a trükköt, hogy a kötelezettségeiket átolják a jövő évre. Trükkök százairól beszélt Gyurcsány Ferenc is a 2006-os öszödi beszédében. Ezzel megyünk tovább, Balázsos vendége folytatja. Köszönjük szépen, Palóc Andréval folytatjuk a Századbék közéleti tudásközpont vezető elemzőjével. Jó reggelt! Jó reggelt a nézőket. Hát segítsen ki, de hogyha tévednék, de én úgy emlékszem, hogy a rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy Budapestnek működési hiánya legyen az, az év végére, és a törvényben rögzített alapfeladatai ellátására, hát kvázi egy több mint 50 milliárd, ahogy hallhattuk, 50 milliárd forintos hitelt kell ilyen felvennie. Most ez történik, ezt láthatjuk? Lényegében ez történik, és szerettem volna egy pillanatra azért visszaidézni azt a szerintem nem elhanyagolható információt, hogy amikor megtörtént a váltás a főváros vezetése élén, és István átadta a vezetés Karácsony akkor több 10 milliárd forintos tartalék volt. Ez egy nagyon fontos itt megemlíteni, hozzátenni. Ugye a főváros innen jutott el pár év alatt most ehhez a helyzethez. Ugye a fővezetőben is elhangzott, az úgynevezett faktorálást fogják alkalmazni. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy most meglévő kötelezettségeit úgy oldja meg a fővárosi vezetés, a fővárosi önkormányzat, ezeket a számlákat egy harmadik fél kifizeti azoknak, akiknek tartozik a főváros, a főváros pedig ennek a harmadik félnek, ez egy pénzügyi szolgáltató, neki fogja jövő évben gondolom valamikor, amikor ezt meg tudja oldani, teljesíteni ezeket az összegeket. Magyarul ennek az is a következménye, hogy jövőre egy új vezetésű önkormányzatnak kellene a hitelt és a kamatokat visszafizetni, a jól értjük. Ugye? Magyarul a jövő évben a bármelyik vezetés kerül megválasztásra a főváros élén, az rögtön több tízmilliárdos mínuszsal indul, ez így van. Mennyire lehet szerepe ebben az egész helyzetben, mert ugye ebben az egész műveletben a fő érintett cég az a Budapesti Közlekedési Központ, akinek az igazgató, amelynek az igazgatósági elnöki posztját 2019 óta, ugye Draskovics Tibor, Gyurcsány Ferenc DK elnök régi bizalmasa látja el. Ugye ennek kapcsán veti fel az ellenzék, mint a fővárosi ellenzék, a Fidesz, a KDNP azt a kérdés, hogy mennyire fogja Karácsony Gergely Gyurcsány Ferencnek és Gyurcsány Ferenc pártjának, és ha már itt tartunk, még egy kérdés, hogy a jövőre való indulását, főpolgármesteri indulását mennyire, mennyire teszi függővé ez a, ez a, fajta kapcsolat Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely között? Egyértelműen meghatározó, azért ne feledjük el, hogy gyakorlatilag a fővárosi közgyűlésben a DK a meghatározó erő, és bár a főpolgármesternek vannak bizonyos jogosítványai, a keze azért nagy részben kötött és ebből a szempontból azért látjuk is, hogy gyakorlatilag leköveti a mozgás nagyon sokszor azt a hát mondjuk úgy, hogy kommunikációs intelmeket, amelyeket korábban Gyurcsány Ferenc kiszokott tűzni, úgyhogy ebből a szempontból az, hogy önmagában az indulása, a támogatottsága, hogy mely ellenzéki pártok hogyan állnak bemögé, ez nagy részben várható, hogy annak köszönhető majd, hogy Gyurcsány ferenc sikerül és ha igen, milyen, megállapodást kötni. És a másik érdekes kérdés, hogy valóban most már évek óta látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc korábbi meghatározó emberei veszik körül a fővárosi vezetésben Karácsony Gergelyt. Ez azért is érdekes, mert ha az egész beszélgetést onnan kezdtük, egyfajta pénzügyi hát mondjuk úgy, hogy tragédia az, ami történik a fővárosban, akkor gyakorlatilag ugyanaz a párhuzam zajlik most a fővárosban, mint az volt a Gyurcsány kormányzat idején, amikor szintén azt láthatjuk, csak akkor sajnálatos módon, hogy egész ország látta azt, vagy tapasztalta meg, hogy micsoda a munkanélküliség, vagy éppen a GDP csökkenés, és ezzel együttesen olyan államadóság, illetve a ugye számos olyan ügyet, talán a műsorok rövid is volna hozzá láttunk ami most párhuzamba hozható ezzel a fővárosi pénzügyi kérdéssel. És a párhuzam abból a szempontból is él például az Origó nevű hírportál szerint, hogy a módszer nagyjából ugyanez az, a, amit ön is említett, ez a bizonyos áthelyezése tulajdonképpen a tartozásnak a következő évre, amit Gyurcsány Ferenc a 2006-os választás előtt csinált, hogy különböző módszerekkel, én most nem fogalmaznék durvábban, ugye áttolta a választás utánra az adósságot, és ugye annak idén azt ne felejtsük el, ha már főváros, hogy Demszki Gábor e, is elég nagy adósságot hagyott az utódjára, Tarlós Istvánra akkor, ugye 2011 és 2015 között nézem a számokat, az Orbán kormány összesen, majdnem ugye 376 milliárd forint tartozást vállalt át Budapestről, és ebből csak a BKV, tehát a közlekedési vállalat adóssága 52 milliárd forint volt innen nézzük a kérdést, akkor gyakorlatilag azt a fővárosi vezetés szintjén azt a mondjuk úgy, hogy ritmikát vagy mintát lehet megfigyelni, hogy volt egy liberális vezetése a fővárosnak 2010-ig, ott rendkívül adósságok halmozottak föl, itt történt egy váltás, Taros István érkezett, ott egy nagyon komoly munka végén volt az látható, hogy gyakorlatilag 2019 es sikerült egy tartalékig eljutni, ez egy hosszú feladat volt, és most ismét gyakorlatilag a fordítottja történik, ismét van egy bal, bal liberális vezetése politikai értelemben a fővárosnak, és ismét pénzügyileg fordul át mínuszba, szóval nagyon egyszerűen lehet látni ezt, hogy mikor fordul át pluszba, fenntarthatóvá pénzügyi szempontból a főváros, és mikor történik meg az, hogy megint eladósodik. Sokak szerint ez egy érdekes kérdés, hogy ugye Ön is utalt rá itt a beszélgetésünk elején, hogy amikor átvette Karácsony Gergely és Balliberális oldal a főváros vezetését 2019-ben, volt 214 milliárd forint tartaléka, tehát plusz pénze, még lehet, hogy ebben nem is voltak benne az intézményi tartalékok, mert az intézmények szintjén ezt Tarlós István szokta emlegetni is, voltak pénzügyi tartalékok. Emellett az adóbevételek emelése kapcsán volt szintén 200 milliárd forinttal nagyobb ö, bevétele a fővárosnak, miközben ugye Karácsony Gergely most is arról beszélt a nap a közgyűlésben, a fővárosi közgyűlésben, hogy több mint 200 milliárd forinttal adósította el a kormány a főváros. De hogyha eladósította, akkor ezek a tartalékok hova mentek el? Mire költötték? Van ennek látszata? Ezt nyilvánvalóan a választók ítélik majd meg, meg itt a fővárosban. Az bizonyosan látszik, hogy nagyon kevés, hogy nem vizsgáljuk, nagyon kevés ígérete teljesült választási ígérete Karácsony Gergelynek ahhoz képest, ami elvárások voltak vele szemben. Ezzel kapcsolatban azért azt érdekes megnézni, hogy e közben, miközben, mi így a főváros különböző szolgáltatói, a, már beszéltünk róla, hogy a főváros szolgáltatóinak a vezetői micsoda prémiumokban részesülnek, ilyenkor azért a választó érzi, hogy mi az a teljesítmény, mi az indokol teljesítmény, ami miatt megérdemlik ezek a vezetők ezeket a prémiumokat. Na ezt akartam pont kérdezni, ezzel akartam folytatni, mert hogy ugye a főpolgármester úr folyamatosan arra hivatkozik, hogy nincs pénz, és a működési csőd szélén táncol gyakorlatilag a főváros, mert a kormány megszorít. Ugye azt láttuk, hogy az állítólagos forráshiány ellenére a nyáron, július végén, ugye két nap alatt, július 20-án és 21-én nevezetesen, majdnem 50 fővárosi vezetőnek hagyott jóvá prémiumot. Ugye csak nem fél száz érintett, összesen 280 millió forintnál is többet tehet zsebre. És egy nappal a prémium kiosztása után Karácsony Gergely a Facebook posztjában azt írja, számol be arról, hogy milyen súlyos a helyzet, nincs pénz a budapesti közlekedési központnál, meg kell emelni a vonaljegyek árát, mert a kormány megszólít. Ezt látják vajon a választok, hogy érzékelnek ebből valamit ebből a helyzetből? Azt gondolom, hogy a választok itt két dolgot is érzékelhetnek, és mind a kettő szerintem kellően fontos. Az egyik az az, hogy ha valaminek a működtetése, hogy gyakorlatilag el lehetetlenül, hogyha azt látjuk, hogy pénzügyileg fontosan negatív irányba megy, akkor nem biztos, hogy jó munkát végeznek azok, akik ennek a csúcsán vannak, tehát nem biztos, hogy a teljesítményük indokolja ezeket a prémiumokat. A másik kérdés meg, hogy az egész összképet nézzük, és azt látjuk, hogy a főváros utcái koszosabbak lettek, azt látjuk, hogy nagyobbak a dugók, azt látjuk, hogy az egész működtetés állandó problémák vannak, maga a főpolgármester szokott néha farkast kiáltani, akkor ehhez képest prémiumokat osztanak, mint egy elismerésül a munkájukat, úgy, hogy közben a főváros nehéz gazdasági helyzetben van, és a főpolgármester folyton erre panaszkodik, akkor ez egy nagyon érdekes kérdésé válik, hogy vajon mennyiben van ez rendben, vagy mennyiben szokták ezt emlegetni a politikai kifizető helylet bizonyos pozíciója a fővárosnak. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Köszönöm szépen.